Április 24-én ünnepélyes keretek között átvette országgyűlési képviselői mandátumát dr. Szűcs Lajos. Az átadáson részt vette a Pest megye 7-es számú választókerületéhez tartozó 8 település polgármestere is. A mandátumot Osztertágné dr. Dobrovic Magdolna, a helyi választási bizottság elnöke adta át. Egy újabb mandátummal gazdagodott, hova kerül, hol lesz a helye? Hát először is majd a parlamentben be kell mutatni. Ennek alapján végzik el azt az eljárást, amivel a képviselői esküllettételével válik hivatalossá a mandátum megszerzése. Itt az eredmény megállapítása után a választási bizottság adta át ezt a bizonyos okiratot. Utána, amiután a mandátumot leadtam a parlamentbe és visszaszereztem, akkor majd otthon van egy szekrény, amiben elhelyezem a többi közé. 6 ilyen egyéni országgyűlési mandátumról szóló papíron van, és még önkormányzatiból van egy pár darab. Összesen 11 néhány ilyen mandátumigazoló lapon van már. Osztertágné Dobrovic Magdolna úgy fogalmazott, hogy ön lesz, illetve ön lett az a személy, aki 8 települést összeköt. Ezáltal sorsközösséget vállalunk bizonyos formában, de ugyanakkor gondolom, hogy nem lehet ugyanolyan fajsúllyal képviselni egy-egy települést, hiszen minden településnek vannak helyi jellegzetességei, jellemzői. A legfontosabb dolog az, hogy ennek a választókerületnek van majd 100 000 lakója, abból 87 000 fölötti a szavazókorú lakosságnak a lélekszáma, és egy egyéni országgyűlési képviselőnek egyáltalán nem szabad, hogy bármilyen módon is megkülönböztesse ezeket az embereket. A települési sajátosságokat azt természetesen megpróbáljuk figyelembe venni. Mind a 8 településnek van olyan sajátossága, ami kiemelésre méltó, de semmiképpen nem úgy kell ezt elképzelni, hogy valamelyiket elő, vagy a másikat kicsit hátrább kell sorolni ebben a helyzetben. Lehetőség szerint mindegyiket úgy kell támogatni és úgy kell segíteni, hogy az itt élő emberek javuló életkörülményekről tudjanak beszámolni a következő években. Azt már az előző interjúban elmondta, hogy Vecsésen milyen tervei vannak, milyen elképzelései és lehetőségei előreláthatólag, de hát nyilván azért teljes tökéletessége nem lehet több évet belátni előre, felelőssége nem lehet legalábbis ígéreteket tenni. Mikor kezdi meg a munkát? Szerencsés helyzetben van, hiszen ő magától veszi át. Igazából nem is fejeztem be, mondhatjuk, hiszen a választás utáni napon már olyan ügyekkel tudtunk és kellett foglalkozni, ami a települések következő időszakát határozza meg. Üllőn például útépítéssel, Gyömrön például olyan beruházások előkészítésével, amivel a következő időszakot tesszük majd jobbá. Maglódon is vannak ilyen fejlesztések. Pécelen néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy megnyerték az óvodapályázatot és a felszíni csapadékvízzel vezetési pályázaton is jól sikerült a péceli előterjesztés. Úgyhogy a munka az folyik, és azt gondolom, hogy a következő időszak az mindenképpen izgalmas lesz az ország szempontjából is. Az a felhatalmazás, amit a Fidesz-KDNP kapott a következő 4 évre, az nagyon sok munkával fog járni, és még több olyan feladatnak az elvégzésével, amivel akár az elmúlt 4 évben még adósok maradtunk, úgyhogy szerintem nagyon komoly munka lesz. És hát az előbb azt is elmondtam, hogy már egy év múlva egy európai parlamenti választás, majd jövő ősszel pedig egy önkormányzati választás lesz. Ennek az előkészítése és ezeknek a választásoknak a lebonyolítása, segítése az megint csak komoly feladatot ró ránk.